ezek egyszerűen telepíthető eszközök, nem bonyolult. A telepítésen nekünk van saját provisioning rendszerünk. Gyakorlatilag a raktárba, hogy bekerül az eszköz, minden eszköz áram alá kerül, felcsatlakozik egy belső antennára, amin keresztül le is frissül, automatikusan bekerül a raktár nyilvántartásba. Innentől kezdve minden elektronikusan zajlik automatikusan, tehát nem kell ezeket kézzel állítgatni. Ebben nagyon sokat fejlődtünk az elmúlt években. Hát ezt a frontra küldtük azonnal. Magyarul azokra a helyekre, ahol ittük fel az LTMP-t legelőször, a legrosszabb volt a hálózat. Legjobban túlterhelt, legzsúfoltabb, legzajosabb, legnagyobb ügyfélszámmal rendelkező pozíciókat szereltük át legelőszerrel. Két okból kifolyólag, az egyik, hogy van hozzá egy úgynevezett beamforming antenna, ami gyakorlatilag elektromosan ráfordul arra a kliensre, amitől éppen az adatot várja. Ezért jó pár dB-vel nagyobb az SNR visszirányba egy olyan rádióhoz képest, ami ezt nem támogatja, ezt a funkciót. És ami még fontosabb, hogy ebben van egy úgynevezett, azt hiszem Superhead filternek nevezték ezt a legelején, amikor ezt bemutatták 4 évvel ezelőtt nekem. Ez egy digitális lugszűrő, és képes arra, hogy a oldalsávokon lévő hatalmas energiájú zavarásokat ignorálja a rádiót. Quality of Service működik a rádióban, és használjuk is. A voice-nak prioritást kell adni, a telefonhívásoknak mennie kell, illetve az IPTV-nek is adunk prioritást. Úgyhogy ezek minden szektoron működnek, de bizonyos ügyfeleknek más szimmetria lenne jó, mint a többinek. Ez a 75-25-ös szimmetria, ez egy általános lenne lakossági felhasználásra, de rá kell kötni erre a rendszerre néha IP kamerát, néha a szimmetrikus netet ki kell adni, ezért az 50-50 az mégis preferált általam. Viszont ezáltal elvesztünk egy csomó kapacitást, mert a szektorok tipikusan fölfelé terhelhetlenek. Igazából az a megoldás erre a problémára, hogy azok a szektorok, ahol olyan ügyfelek vannak, ahol egyedi igények vannak, azt nem szinkronizáljuk sehogyan se. Nem, azok szinkronizáció nélkül mennek, és flexibilisek, tehát főleg korlátlan kapacitást lehet használni. Tehát nem szinkronizáltuk a hálózattal, hogy elvesztjük ezt a lehetőséget, de a többi funkcionalitás az ugyanúgy él rajta, amitől előnyös a működés. Tehát egy cambium rádió a működik rádiók funkcionalitásának a 10%-át se tudja. Tehát egy router OS az gyakorlatilag végtelenségig customizálható. Míg a cambiumnál vannak módok, amiket lehet használni, és ahhoz kell alkalmazkodnunk. Egyébként ebből volt varia is, emiatt módosítanunk kellett sok mindent a hálózaton, de adaptálódtunk a lehetőségeinkhez. Más nem tudtunk tenni, mert mint rádió viszont sokkal jobb, mint egy működik.